Kezét csókolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az Árnyék Kormány mai sajtótájékoztatóján. Több mint egy éve derült ki, hogy a magyar egyetemek kormányzati megszállása és alapítványi privatizálása miatt a magyar hallgatók nem vehetnek részt az Erasmus nevű európai cserediák programban, a magyar kutatók pedig a Horizont nevű kutatási együttműködésben. Orbán Viktor felismerte az általa okozott károkat, mégis úgy döntött, hogy nem fontosak a magyar egyetemisták és nem fontosak a magyar kutatók, fontosabb a magyar egyetemek megszállása, mint az európai együttműködésekben való magyar részvétel. Az Árnyék kormány szerint a Horizont program pótlására sufni tuninggal összedobott Horizont program azt jelenti, hogy a kormány beletörődött abba, hogy Magyarország kimarad az európai oktatási és kutatási együttműködésekből. Ez káros minden magyar hallgatóra és kutatóra, valamint a magyar oktatás és kutatásfejlesztés egészére nézve is. A Dobrev Klára vezette Árnyék kormány éppen ezért szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Ki kell zárni minden kormánypárti politikust az egyetemek mögött lévő alapítványokból, az egyetemi vagyont pedig újra az államnak kell ellenőriznie. Azért, hogy nyomást helyezzünk a kormányra a magyar hallgatók és kutatók érdekében, a DK EP képviselői az Európai Parlamentben ma meg fogják szavazni azt az állásfoglalást, amely felszólítja az Orbán kormányt, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogállamiság elvének és hajtsa végre azokat a reformokat, amik lehetővé tennék a magyar részvételt a Horizont és az Erasmus programokban. Az európai együttműködésben való részvétel nem csak azoknak fontos, akik cserediákként külföldön tanulnának, vagy kutatóként európai programokban vennének részt. Ez mindenkinek fontos, aki azt akarja, hogy a diplomáját elismerjék külföldön is, és érjen valamit az a tudás, amit itthon megszerzett. Ha marad az egyetemek kormányzati megszállása, és Magyarország továbbra is kimarad az európai együttműködésből, akkor az az egész magyar felsőoktatásnak fog súlyos károkat okozni. Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, a Dobrev Klára vezette Árnyék kormány éppen ezért szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Ki kell zárni minden kormánypárti politikust az egyetemek mögött lévő alapítványokból, az egyetemi vagyont pedig újra az államnak kell ellenőriznie. Csak így juthatunk vissza az európai oktatási és kutatási programokba, csak így adhatjuk vissza azt a lehetőséget a magyar hallgatóknak és a kutatóknak, amit az Orbán kormány elvett tőlük. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezét csókolom, viszontlátásra!